Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. A Tandem. Remek volt. Nehéz lesz überelni. Úgyis meg fogja tenni. Komolyan. Maga nagyon jó játékos. Ővé, nem baj, ha most elmegyek telefonálni? Nem, egyáltalán. Feleségem vár. Nem gondoltam, hogy ilyen izgalmas játék fog kialakulni. Menjen csak nyugodtan, én ráérek. Csak pár perc. Hogy ment? Nagyon jól, pár ponttal vezetek. Akkor szerencséje van. Mörs mindenkit megver. Na jó, még nincs vége a játéknak. Csak gyorsan felhívom a feleségem. Halló? Halló, Margaret? De mi van? Nem értem. Margaret! Valami zaj van. Hangok, kiabálás. Margaret, szólalj meg! Letette. Nem értem. Mi volt ez? Mint a közelharc lett volna. Halló, Margaret? Mi lesz már? Nem veszi fel. Haza kell mennem. Nem kocsival jöttem, taxit kell hívnom. Mi a száma? Majd én hazaviszem. Feltehetőleg 16 óra és 16 óra 30 között állt be a halál. Köszönöm, doktor úr. Lelőtték szemből. Ő Binert úr a férje. Jó napot, Binert úr. Köszönöm. Mindenek előtt részvétem. Köszönöm. Tudna egy pár kérdésre válaszolni? Hallom, hogy még fölhívta a feleségét. Én a Tómalomban voltam. Ez itt Kerkóf úr a vendéglős, volt szíves, és hazahozott. Biliárdoztam a vendéglőben egy nagyon jó játékossal, és egy kicsit elszaladt az idő. Megígértem a feleségemnek, hogy 4-re hazajövök, aztán hirtelen már 4:30 volt. Gyorsan felhívtam, fel is vették a telefont, de nem szólt bele senki. Csak izgatott hangokat hallottam, egy közelharc hangjait, közben lihegést, nyögéseket, mintha minden erővel meg akarták volna akadályozni, hogy beszéljen, aztán egyszerűen letették. Meg tudná mondani, milyen hangokat hallott? Ő ki tudott venni bizonyos szavakat? Nem értettem semmit, csak artikulátlan hangok voltak. Egyetlen szót sem hallottam tisztán, ha erre gondol. A feleségem rémült hangja volt, és azon kívül egy férfi hang. Annyi biztos! Emlékeztette valaki erre? Én nagyon ideges voltam, csak azt tudtam, hogy valami szörnyűség történt. Megkérdeztem, hogy ki tud engem elvinni. Nem volt ott a kocsim, taxival mentem. Kerkóf úr volt olyan szíves, és elhozott. Jó. Először nyugodjon meg, aztán majd később talán eszébe jut valami. Jó? Tart fegyvert a házban? Nem. Maga ott volt a telefonbeszélgetésnél? Mellette álltam. Lehetett valamit hallani? Azt láttuk és hallottuk, hogy Binert úr hirtelen ideges lett. Azt mondta,
Haza kell mennem azonnal, valami történt. Amilyen gyorsan csak lehet, hazahoztam, de már holtan találtuk. Megnézi a halottat? Hm? Igen, már is megyek. Tehát, mit hallott Wienert a telefonban? Mintha közelharc lett volna. Nem hagyták beszélni. Lihegés, nyögések. Az asszony kétségbe esetten vérekedett. Nem kéne ennek meglátszani a ruháján, a frizuráján? De mindenképpen. Hány éves lehet? Idősebb, mint a férje. Így van, 12 évvel. Mi a foglalkozása, Wienert úr? Van néhány saját üzletünk. Azon kívül érdekeltségeink különféle területeken, kapcsolattartás cégvezetőkkel, bankokkal, sokat tennivaló. Mondaná, hány éves? 32. Maga ugye fiatalabb, mint a felesége? Igen. Mennyi ideje voltak házasok? Egy éve. Azt mondta, saját üzleteik vannak. Ezek milyen üzletek? Mindenféle. Kifejteni ezt részletesebben? Na igen, van két szaküzletünk. Parfümeria. Az egyik a Brinnerstrasse-n, a másik a Rathaus placon. Tovább. Aztán vannak érdekeltségeink egy ékszerüzletben, egy hangszerboltban, egy bornagykereskedésben. Ez sok munka, adminisztráció, egyebeket. Maga hozta ezeket az üzleteket a házasságba? Nem. A feleségem. A feleségem még mindegyik üzlet. Mondják, annyira fontos ez? Igen, számunkra minden nagyon fontos. A nehézségek, problémák, melyekkel a felesége esetleg küzdött. Voltak neki problémái. Hm? Igen. Igen, hát természetes. De nekem nem mondott el mindent. Velem nem beszélt erről. Na igen, az utóbbi időben meglehetősen feszült volt. Valahogy nyugtalanabbnak tűnt. Hm. Nem tudott aludni éjjel, altatót szedett. Nem mondta, hogy mi nyomasztja. Nem, egy szót sem szólt erről nekem. Lehet, hogy nem akart terhelni. Van a feleségének rokona? Igen. Igen, az apja él még, de nem volt szinte semmi kapcsolat. Miért nem? Na igen, nem nagyon helyeselte, hogy újra férjhez ment. Mi van az első férjével? Nem él. Meghalt. Elhunyt. Embóliát kapott, egy órán belül elvitte. Mikor volt ez? Körülbelül 5 éve. Megmutatná a személyi igazolványát? A személyi igazolványomat? Hát igen, természetesen, pillanat. Vedd fel az adatokat, Harry. Jó. Jöjjön. Igen, ott van a címe is. Alfons, nem Adolf. Hochstrasse. Igen, pontosan. Wienert. A válasz Wiesbadenből. A rablógyilkosság. Berger legyen itt, és még valaki. Két emberre van szükségem. Hozzám jöttek? Lenne egy kérdésünk. Wienert melyik készülékről telefonált? Erről itt. Hol állt, amikor telefonált? Itt? Igen, ott. Na és maga? Itt. Megengedi? Tessék. Pontosan itt állt? Igen, pontosan. Berger? Á, igen. Hello, Derek. Kezdhetjük? Oké. Okay. Jó, jó, megpróbáljuk. Beleadunk mindent. Ereszten el! Köszönöm, Berger, jó volt. Mindent tökéletesen lehetett hallani. Kiáltást, nyögést, zörejeket. Kerkhoff úr, amikor Wienert telefonált, maga nem hallott semmit? Nem. Abszolút semmit. Köszönöm.
Tehát úgy néz ki, hogy tárcsázott, de nem jelentkezett senki. Mert az asszony már halott volt. Igen, már halott volt. Hány órától biliárdozott itt tegnap Bienert? Pontosan 2-től. 3 óra hosszat játszottak. Ő maga nem ölhette meg. Nem, ezzel alibit akart magának, szükség esetére. Tehát tárcsázza a számot. Szolgálhatok önöknek valamivel? Te kérsz valamit? Nem, köszönöm. Kérem. Tehát... tárcsázta a számot, és hogy nem jelentkezett, ez számára azt jelentette, hogy minden rendben. És ennyi ember előtt el tudta játszani, hogy baj van. És hogy milyen alaposan átgondolta. 2 kocsijuk van. Bienertnek van egy, és a feleségének egy. Erre mit csinál? Taxival jön? Azért, hogy valakit megkéressen? Igen, hogy hazavigye. A tanút is magával vitte. Igen, de ez csak egy elmélet, Stefan. Abból élünk, hogy elméleteket gyártunk. Ez azt jelenteni, hogy egy húron pendül a gyilkosság. Igen, azt jelenti. Nálad van a telefon száma? A második. Szabad használnom a telefonját? Tessék csak. Bienert? Itt Derek. Egy kérdésünk lenne. Délután mennénk magához. Otthon van? Van valami újság? Ahogy vesszük. Magának nem újság. De várja ki a végét. Meg tudnál mondani hány órakor? Nagyon el vagyok foglalva. A haláleset rengeteg munkát ad. Hirdetéseket felvenni, a közjegyzőhöz, a biztosítóhoz menni. Szóval 4 óra előtt ne. Mi? Évad? Itt Rudolf. Megőrültél, minek kell felhívnod? Jó napot. Ő Bienerté papája, Stefan. Azért jött, mert Bienert nem engedi be a házba. Rothman úr Bienertet tartja gyilkosnak. Ő az. Higgy el nekem, ő az. Mondtad Rothman úrnak, hogy Bienertnek alibije van? Igen, mondtam neki. Igen, de nem hiszem el. Bocsásson meg, kérem. Nem akarom kritizálni a munkáját, de ezt nekem nem tudják beadni. Bienert. Bienert a gyilkos. Jöjjön, Rothman úr. Tessék, foglaljon helyet. Mi a foglalkozása, Rothman úr? Tanár vagyok. Egy magániskolában tanítok. Németet és történelmet. És az üzletek, a boltok, a vállalkozások, amelyekkel a lánya rendelkezett? Azt a férje hozta a házasságba. Az első férje természetesen. Bienert az semmit sem hozott. Még modora sincs. Nem tud viselkedni. Miért ment hozzá a lánya Bienerthez? Azt nem tudom. Mondtam neki, ne menj feleségül hozzá. Margaret, nem látod, mennyire értéktelen? Nincs benne semmi lelki érték, és az látszik rajta, én legalábbis látom. Már az első alkalommal láttam. De nem hallgatott rám. Azt mondta, szeretem őt, apa. És hálás vagyok azért, hogy még egyszer az életben szerethetek valakit. Hálás a sorsának, azt mondta. Aztán engem, az apját többet nem engedett be a házba. Azt mondtam,
ezért még meglakolsz. Egy napon majd fizetned kell érte. És drágán megfizetett az életével. Rotman úr, ön és a lánya ismerték Bínert előéletét? Előéletét? Volt neki előélete? Ő Eiler úr. Eiler úr, biztosítási ügynök, az urak a bűnügyi rendőrségtől vannak. Jó napot. Jó napot. Egyelőre végeztünk? Igen, előkészítek mindent aláírásra, aztán újra eljövök. Megfelel így? Ahogy jónak látja, akkor kikísérem. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Menjenek be, már kiismerik magukat. Tegnap idegesebb volt. Igen, kezdi megszokni. Elnézést, de még ma el akartam intézni az életbiztosítást, hogy mielőtt hozzá lehessen férni. Nagy összegű... A felesége életbiztosítása? Igen. 15 éve fut. Még az első férje kötötte. Kérnek egyet? Nem, köszönöm. Megengedik, hogy én igyak? Na, egy kis kótviszkit. Mondtam, hogy nem. Először is visszahoztam a fényképet. Maga 10 évet ült Stadelheimben. Ja, hogy ezért jöttek. Na is, rablógyilkosságért. Minek újra felróni már? Megfizettem érte. A felesége tudott róla? Miért? El kellett volna mondanom? Azért, hogy boldogtalanná tegyem. Összezavarjam. Elbizonytalanítsam. Nem. Nem, úgy gondoltam, semmi szükség rá. Hogy ismerkedett meg a feleségével? Egy pártin. Őt is meghívták, engem is meghívtak. Táncoltunk, beszélgettünk, aztán hazahoztam, mert egyedül jött oda. Meddig tartott, amíg rá tudta venni, hogy feleségül menjen magához? Oha! Na, ez aztán érdekes. Mit akarnak megtudni? Hogy szerette-e vajon? Na, ide hallgasson. Én 10 évig sitten voltam. 20 évesen mentem be, és 30 évesen szabadultam. Se család, se munka, se pénz, semmi remény arra, ami az embernek egy kis örömet okoz. Megismerek egy nőt, aki hirtelen belém bolondul. Mit kellett volna mondanom neki? Ha? Mondta volna azt, hogy gyerünk, kapd le, túl öreg vagy hozzám, hagyd békén. Nem, inkább megnéztem, nagyon jól megnéztem. És megvolt minden, minden, amire vágytam. Tessék, nézzenek körül, a ház, az üzletek, egészséges bankszámlák. Igen, csak meg kellett ragadnom. És azt tettem. Meglehetősen őszinte. Elhitték volna nekem, ha azt mondom, hogy szeretem azt a nőt? Én egyáltalán nem. Na ugye, megmondom őszintén. Nem sokat veszítettem, még csak nem is irattam meg. Komikus lett volna, ha megjátszom. Igen. Szóval hagyjuk ezt. A felesége halála magának hasznot hozott. Igen. Ki ölte meg? Maga ismeri a gyilkost. Maga tiszta. Én azt állítom, hogy maga ismeri a gyilkost. Maga adott megbízást a gyilkosságra. Azt állítom, hogy egy úrom pendül a gyilkossal. Ja, én nem bánom a fantáziát, tegye csak, kit érdekel, de egyet mondok. Számítottam rá, fel voltam rá készülve, de maga engem nem ijeszt meg. Bocsánat. Tűnj el, Rudolf, itt a rendőrség! Mm.
Elnézést. Ki volt az, akivel az ajtóban beszélt? Egy ügynök. Olyan, aki házról házra jár. Már el is tűnt. Viszontlátásra, Bienert úr. Meg vagy döbbenve? Igen. Ez a gátlástalanság. Hidegvérű. Vétkes a gyilkosságban. Egy megrendelt gyilkosság. Igen, ezt én is tudom. De nincs semmi a kezünkben. Meg kéne találnunk a fonalat. Tételezzük fel, Harry. Bienert megrendelte a gyilkosságot. És ez csak olyan ember lehetett, akit nagyon jól ismer, megfelelő millióból. A börtön éveire gondolsz? Igen. 10 éven át minden rendű és rangú bűnözővel kapcsolatban állt. Ő maga is gyilkos. Igen. Ez minden, ami Bienertről van. Nem túl sok. De ön még emlékszik rá, nem? Igen, elég jól. Kisegítetné az irodában. Ügyes volt. Jó fejű. És gyors felfogású. Na és a jelleme? Azzal mi nem foglalkozunk itt. Minket csak az érdekel, hogy minden olajozottan menjen. És e tekintetben Bienert nem okozott nehézséget. Volt neki kapcsolata a többi fogvatartotta? Úgy érti? Baráti kapcsolata. Ez az a kérdés, ami igazából érdekel minket. Nézze, minket az érdekelne, hogy melyik raptársával volt szorosabb kapcsolatban. Ez megállapítható? Az aktákból aligha. Utána kéne nézni, hogy a raptársaik közül ki van még nálunk, és megkérdezni őket, de ez egy pár napig eltart. Felügyelő. Érdekli a biliárd? Igen, én is játszom. Na ne. De igen. Igen. Hé, nyomjad. Játsszunk majd egyet? De hiszen már azt tesszük. Már játszunk, azt mondja? Igen. Ki vezet? Maga vezet. Akkor tetszik nekem ez a játék. Maga rendelt? Igen, én. De maga meghív engem? Szereti a viszkit, nem? Köszönöm. Elfogadom. Megengedheti magának? Éppen hogy. De maga azért jobban áll. Igen. A feleségemnek még több volt, mint amiről tudtam. Akkor ön egy befutott ember. Igen, lehet így mondani. És ez tetszik nekem. Hol tanult meg ilyen jól biliárdozni? Hát nem a sitten. Nem játszott közben a börtönigazgatóval személyesen? Ő azt mondta, az igazságügyi személyzetnek biliárdszobát rendezett be, és időnként magával is játszott. Maga kiváltságos volt a raptársai között. Azt is mondta, hogy sokat tanult magától, mert hidegvérű.
megfontolt, kockázatvállaló, precíz. Ha? Az intelligenciájáról kitűnő bizonyítványt állított ki. Információkat gyűjt be. Inkább úgy mondanám, átvilágítom az életét. A börtönévekkel kezdtem. A hideg vérűségéből semmit nem veszített. Lassan arról lesz híres. Miért csinálod ezt, Stefan? Provokálni akarom, hogy hibát kövessen el, amivel már tudok valamit kezdeni. Egész ideges lett, amikor a börtönről beszéltem. Talán nem véletlenül. Itt van a jelentés a börtönigazgatótól és a cellatársainak a listája. Az utóbbi években mindig csak ezzel volt együtt. Rudolf Nolde. Ő volt a barátja. A többiek azt mondják. Nolde, Nolde. Hány éves? 30. Körülbelül annyi idős, mint Bienert. Miért volt elítélve? Szintén emberölés. Akkor egymásra találtak. Szintén szabadult? Igen. Nagyjából akkor, mint Bienert. És cím is van benne? Az sajnos nincsen. Újra érdeklődtem. Van egy öccse, azt mondták. Itt felmerül néhány kérdés. Igen. Én ezt kérdezem például. Te mondd csak, Bienert feleségének apja. A tanár Rothman. Elérhető? Telefonon? Rothman. Rothman úr, nem hallotta véletlenül Bienerttől vagy a lányától a Nolde nevet? Rudolf Nolde. Nem, ez a név számomra ismeretlen. Köszönöm, Rothman úr. Nem, most nem tudok többet, de amint lesz valami, újra jelentkezem. Jó. Viszontlátásra. Sose hallotta a nevet, és nem tudja, hogy Nolde valaha is járt-e Bienertnél. Évek óta egyszer lábban éltek. Mindkettő emberölésért ült. Mindketten egyszerre szabadultak, mindkettő Münchenben lakik, és nem keresik egymást. Talán Bienert nem akarta tartani a kapcsolatot. Letagadja a múltját? A feleség előtt is letagadta. Nolde szintén palástolhatja a múltját, ugyanúgy, mint Bienert. Na és? Ebből mire következtetsz? Nem tudom. Csak csodálkozom. Jó napot! Uraim! Jó napot! Rudolf Nolde úrral szeretnék beszélni. A bátyámmal? Ő nem itt lakik. De megadhatom a címét. Albrechtstrasse 10. Megtaláljuk ott, vagy dolgozik valahol? Valószínűleg otthon van. Szabad kérdezni, mit akarnak tőle? A rendőrségtől vannak? Igen, bűnügyi rendőrség. Jó napot, Weberné! Gondoltam. Bocsássanak meg, de két úr, akik nem vásárolnak, a bátyám után érdeklődnek. Tessék. Márga, gyere be! Jövök! Tudják, szeretném a fáradtságot megspórolni maguknak. A bátyám teljesen új. Erik, hagyd abba és menj ki egy kicsit. Szóval teljesen új életet kezdett. Megházasodott egy fél évvel ezelőtt. És remekül van. Most már tényleg semmi oka butaságot csinálni. Ha akarják, felhívhatom és találkozhatnak vele házon kívül. A felesége az nem tudja, hogy büntetve volt. Megtudhatnám, kit vett feleségül? Igen. Az asszony neve Bér. Mondhatom, baromi szerencséje volt. Igazán nagyszerű asszony. És azon kívül jó módú. Nagyon jó módú. Meghiszem azt. Legalábbis hozzám képest. És magához képest is. Na, akkor felhívjam? Nem szükséges.
Mondja, hány éves ez a bérasszony? Hát valamivel idősebb, mint ő. De azért jó hatással van rá, tudja? Mindig gondot okozott a családban. Könnyelmű volt, meggondolatlan. Na és az direkt jó, hogy egy idősebb asszonyt vett el. Volt már férje előzőleg? Igen, volt már egy. Hol ismerkedett meg vele a bátyja? Valami partin, azt hiszem. Köszönjük. Azt hittem, nem jól hallok. Szintén nős, szintén egy jómódú özvegy. Van egy sejtésem, amit alig merek végig gondolni. Csak nyugodtan, én is azt teszem. Bierertnek szüksége volt egy gyilkosra. Nolde? Na. Tegyük fel, hogy Nolde. Ő a barátja, egykori cellatársa. Azt mondta neki. Te megölöd a feleségemet? Bocsáss meg, de nincs erőm tovább vezetni. Szóval azt mondta... Te megölöd a feleségemet? Na jó, tételezzük fel, de akkor kap valamit cserébe, ami itt nagyon fontos. Te mi az? Amióta kijöttek a sítről, nem találkoznak. Nem érintkeznek egymással. Talán kitérnek egymás útjából. Úgy érted, szándékosan kerülik egymást? Igen. Szándékosan. Ez azt jelenteni, hogy a gyilkosságot már régóta tervezték. Úgy szólván, kezdettől. Igen. Én is ide lyukadtam ki. Kezdettől fogva. Azért nősült meg, hogy a feleségét megölje. A nőt, akit majd feleségül vesz. Azután választotta ki. Lehetséges, hogy... Na, mondd csak. Ha Nolde volt a gyilkos Bienertnél, akkor Bienert lehetne a gyilkos Noldénél. Most mit csináljunk? Felkeressük Noldét, de nincs ellene semmi. Na jó, hát megkérdezhetjük, hogy hol volt tegnap előtt délután 4:30. Ők egy tandemen ülnek. Nézzünk utána. Hm? Elnézést, Rudolf Nolde? Igen, tessék. Bűnügyi rendőrség. Van egy perc ideje? Igen. Bemehetnénk a házba? Igen, tessék. Mi van a kocsival? A porlasztó nem működött rendesen. Ezek szerint van érzéke hozzá. Igaz is. Maga lakatos műhelyben dolgozott a börtönben, nem? Igen. Tessék. Szeretnék valamit kérni. A feleségének nem szabad megtudni. Igen. Jó, majd igyekezni fogunk. Rudolf! Igen, én vagyok, Charlotte. Sikerült megjavítanod a kocsit? Vendégeid vannak. Igen, az urakkal valamit meg kell beszélnem. Jó napot. Üzleti ügyek. Jó napot. Jó napot. Bemegyek velük a könyvtárszobába. Jó, természetesen, jöjjenek. Készíthetek önöknek kávét? Gyorsan megvan. Esetleg más valamit? Kérnek? Nem, köszönjük. Rudolf. Gond van? Nem. Hogy jut eszedbe? Látom rajtad. Nincsen semmi gond. Ismeri Bienertet? Ewald Bienert? Hiszen tudják. Mi ketten egy cellában voltunk. Hány évig? 4. 4 évig. Összebarátkoztak oda bent? Azt nem lehet mondani.
mi nem vagyunk barátok. Hogy egy cellában voltunk, az véletlen. Nincs jelentősége. Na. A tanúvallomásokban egészen más van. Tanúvallomások? Igen, a fogva tartottak ismerik mindkettőjüket. Egybehangzóan azt vallották, hogy maguk nagyon jóban voltak. Na igen. A sitten. Az egészen más. Ott egymásra vagyunk utalva. De most már kijöttünk a börtönből. És azóta nem is láttam. Azt se tudom, hol van. Nincs semmi kapcsolatom vele. Semmi. Ez a maga íróasztala? Nem, ez... Igen, most az enyém. A feleségem első férje dolgozott ennél. Mivel foglalkozott? Technikus volt. Fizikus. Egy csomó találmánya volt. Magának milyen szakképzettsége van? Nekem. Semmilyen. Tanultam egy ideig kereskedőnek. Ez a maga notesza? Belenézhetek? Igen. Tessék. Semmi kapcsolata Bienertel? Semmi. Nem is tudja, hogy itt lakik Münchenben és megnősült? Nem. Azt se tudja, hogy a feleségét lelőtték? Nem. Hol volt kedden? Délután 4:30 között. Az autópályán, akkor próbáltam ki a kocsimat. Ilyen gyorsan tud válaszolni? Igen, mert... Mert felkészült a kérdésre. Természetesen nincs tanúja. Egyedül volt a kocsiban. Igen. Elnézést, hozhatnék mégis valamit? Mi van, Rudolf? Miről folyik itt a tárgyalás? Nincs semmi. Semmi különös. Kérlek, Charlotte, hagyd magamra az urakkal. Jól vagy, tényleg? Persze. Kérlek. Jó, megyek már. Jó. Jó napot! Nem tudja mégis, hogy hol lakik Bienert? Nem tudja egészen pontosan? Nem. Nem volt kedden 4:30 között Bienert ajtaja előtt? Nem. Nem mondta azt Bienertnének, hogy Evald egyik barátja, és azután Bienertné beengedte magát? Nem! Kérem, higgyen nekem. Nem. Hazudik, Stefan. Igen. No, de hazudik. Majdnem összeroppant, de tartotta magát. Tudja, hogy jó pozíciója van. Csak ki kell tartani a nem mellett. Így van. Szóval, zátonyra futottunk, Stefan. Meg fogják úszni, meglátod, hogy megússzák. Mindketten. Harry. Mindkettő. Bienert is, Nolde is egy partin ismerte meg a feleségét. Igen. Kijönnek a sitről, és gazdag özvegyekkel ismerkednek meg. Ez valahogy nem stimmel nekem. Keresd ki, légy szíves, Nolde telefonszámát. 16-21-76. Igen? No, de asszony, én voltam maguknál egy kollégámmal, és beszéltünk a férjével. Nem, most nincs itthon, elutazott. Nem, azt nem tudom hová. Nézze, a beszélgetés, amit a férjemmel folytattak, nagyon felzaklatta. Maga a rendőrségtől van? Igen, Nolde asszony, a bűnügyi rendőrségtől. Ő kérdezett rá. Ne aggódjon, kérem. Egy pár rutin kérdést tettünk fel a férjének. Milyen ügy? Ez egy gyilkosság. Kérem, válaszoljon nekem egy kérdésre.
Hol ismerkedett meg a férjével? Kérem, mondja meg, hol találom. Oda megyek. Igen. Igen. Jó. Azonnal beülök a kocsimba. Üdvözlöm, asszonyom. Jöjjön. Gyilkosság, azt mondta? Foglaljon helyet. Binárt úr, valaki keresi. Fogd meg. Minek jössz ide? Nem érted meg, hogy nem találkozhatunk? Volt nálam a rendőrség, Évald. Gyilkos? Rudolf? Nem, azt nem hiszem. Ehhez magának joga van, asszonyom. Hazudott nekem. Jó. Nem mesélt el, hogy büntetve volt. És az sem, hogy egy embert megölt. Verekedésben azt mondja, véletlenül, sajnálatos módon. Nem volt szándékos, ezt is látni kell. Azért elég baj. Igen. Az egész úgy, ahogy van. De már, ami azt illeti, ennél többről van szó. Ha jól értem. Arra gondolnak, hogy felbújtásra egy gyilkosságot követett el. Úgy szólván, előleg gyanánt egy gyilkosságért, amit valaki más fog elkövetni. Ellenem? No, de asszony, hogy jól értsük egymást. Azt még nem tudjuk, hogy így van-e. Értem már. Ez egy feltételezés, amit a foglalkozásuk megkövetel. És amit okvetlenül tudtomra kell adniuk. Mert ez a kötelességük, igaz? Igen. Nem hiszem el. Nem. Ez egy óriási félreértés. A férjem fiatal. Talán egy kicsi éretlen. Csupa temperamentum. De én pont ezt szeretem benne. Ezért mentem hozzá. Mert mindent olyan könnyedén vesz. Hol ismerte meg a férjét? Ugye egy partin? Igen. Így van. Egy ismerős hívott meg egy társaságba. Ki ez az ismerős? Euler úr. Ő intézi a biztosítási ügyeimet. Van magának életbiztosítása? Igen. Nos, a meggyilkolt Bienertnének is egy Euler nevű úr volt a biztosítási ügynöke. Harry. Azonnal utána nézni, Euler. Keresztnév, milyen biztosító hol lakik, és rákérdezni Wiesbadenben. Bienert is egy partin ismerkedett meg a feleségével. Amit Euler adott. Joachim Euler többszörösen büntetett, 3 éve szabadult Stadelheimből. Ahol 4 évet töltött le. Bűnügyi rendőrség? Mi már ismerjük egymást. Tessék! Köszönjük. Na igen, egyszer már találkoztunk Bienert úrnál. Igen, tényleg. Kérem, foglalja meg helyet. Az egy szomorú történet, ami engem jobban érint, mint gondolnák. Bienert nálam ismerkedett meg a feleségével, egy partin, amit én rendeztem. Honnan ismeri Bienertet? Stadelheimből. Lehúztam ott 4 évet. Ugyanazon az emeleten voltunk mind a ketten. És összebarátkoztunk.
A szabadulása után felkeresett, hogy tudnék-e neki segíteni. Tudott neki segíteni? Nem volt rá szükség. A dolgok maguktól jóra fordultak, megismerkedett a feleségével. De most... Miért vannak itt? Maga egy szerencsemalac, Euler úr. Igen. Lehet így nevezni. Szerencsemalac, mi? De nem csak Bienertnek. Kire gondol még? Mondjuk Rudolf Noldéra. Őt is a börtönből ismeri. Igen. Onnan. Ő is megismert valakit. Berasszonyt. Igen. Bienert és Nolde. Megcsinálta a szerencséjét. De most komolyan. Miért kerestek fel? Még mindig keressük Bienert négyilkosát. És egyelőre maga Bienert az első számú gyanúsított. Jó, tudom, mit akar mondani, van alibije. Egy 100%-os alibi. Nézze. Gondoltunk arra is, hogy valaki esetleg az ő megbízásából tette, ezért vagyunk itt. Egyszerűen csak nem akartunk semmilyen információs lehetőséget elmulasztani. Igen. Értem. Sajnálom, de nem tudok segíteni. Én is sajnálom. A viszontlátásra. Viszlát. Ó, pillanat, kérem! Főfelügyelő úr. Ott van a kijárat. Otthon van már a férje, Nolde asszony? Éppen most érkezett meg. Figyeljen ide. Vegye rá a férjét, hogy mondja meg az igazat. El tudja érni. Rudolf, látom, hogy rettenetes állapotban vagy. Mi történt? Mondd el. Kérlek. Mondd el nekem. Rudolf, mondd el. Hagyj engem békén. Az urak a rendőrségtől voltak, ugye? Nem volt nagy kunszt rájönni. Beszéltem velük. Most már tudom, hogy börtönben voltál. Azt is, hogy miért. Tudom, hogy Bienert kicsoda. És hogy a feleségét megölték.
akarsz menni? Igen. Magyarázat nélkül? Vagy úgy is tudom? Egy gyilkosság. És még egy gyilkosság! Meséljen mindent. Meséljek. Egy cella. Egy barbár cella. Távol mindentől, ami emberi. Ami normális. Ha semmi nem normális, akkor a gondolatok is abnormálisak. És vad ötletek támadnak. Az emberben kialakul egy mély gyűlölet. Te és ellened az. Az egész világ. Ez beléd ég. Felszabál. Te és mindenki más az ellenséged. És Bénert megerősített ebben. Ébren feküdtünk a cellában, és elképzeltük, mit fogunk tenni, ha kijutunk. Azt mondta, az embernek meg kell tanulni trükközni, ezt vett tudomásul. Gyűlöltünk mindent, és megesküdtünk, hogy nem leszünk tekintettel semmire, senkire, és semmire. Volt még egy tag azon a folyosón. Egy bizonyos Euler. Biztosítási ügynök. Azt mondta, nem is tudjátok, mennyi pénz forog odakint. Méghozzá a nők kezén. Többnyire nekik van. Nem megyünk? Nem, várok még. Van egy olyan érzésem, hogy várnom kell. Ekkor azt mondtam. Nem. Nem csinálom. Habár igent mondtam rá. De nem csinálom. Meggondoltam magam. Már nem voltam a cellában. Egyszerre minden más lett. Normális. Eltűnt az addigi tébolyultságom. És azt mondtam neki, nem. Nem csinálom. De Bénert nem engedett. Azt mondta, jössz kedden 4:30 között. Csöngetsz. Azt mondod, hogy egy barátom vagy. Ő beenged. Nem lesz nehéz dolgod. Meglátod. Én azt mondtam, jó. Oda megyek. De megmondom a feleségednek, hogy mi az ábra. Bénert azt mondta. Jó, csak gyere. Oda mentem. Becsöngettem. Nem nyitott ajtót senki. Újra csöngettem. Akkor hirtelen feltépték az ajtót. Szép, hogy eljöttél.
Az ilyesmiből nem lehet kiszállni. Megkérdeztem, mi az? Mit csinálsz te itt? Erre azt mondta, megtettem, amit neked kellett volna. Megöltem. Ebben a pillanatban megszólalt a lakásban a telefon. Tudod, hogy ki az? Bienert. A feleségét hívja telefonon. Derrick. Ide tudnak jönni? Gyújtsd meg kint a villanyt! Letartóztatjuk Bienertné feltételezett meggyilkolásáért és Nolde asszony ellen tervezett gyilkosságért. Mi ez itt? El akar utazni? Nem, nem. Csak a ruhatárát fel akartuk frissíteni. Írta Herbeszájnekker. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Besenci Árpád, Rudas István, Benkő Péter, Kubik Anna, Selmeci Roland, Fekete Tibor, Makai Sándor, Papucsek Vilmos, Ömböli Pál, Pallós Emil. Magyar szöveg Géci Vera, hangmérnök és vágó Blénesi Márk, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Bursi Katalin és Szombati Kis Beáta. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Zenéjét szerezte Frank Duval. Fényképezte Rolf Kestel és Michael Georg. Rendezte Zbigniew Brenich.